Hello, sziasztok! Egy unboxing, crop unboxing. Jött egy-két póló, egy papucs, meg egy rövidgatya a mostani akcióból. Megfogtam. A ruhaszag árad belőle. Bontsuk ki. Nem tudom, ez a kamera mennyire működik. Egyre kisebb helyre suvaszták bele a csomagot. Mondjuk ez egy jóféle zacskójuk olyan szempontból, hogy környezetbarátabb, mint a doboz, meg megfogod ide, beledugod ide az ujjad. Oda is van írva, hogy bontod. Beledugod ide az ujjad, így végighúzod, és hullik kifelé a cullang. Oly, mennyi cullang. Na nézzük, mik ezek egy pillanat. Na de minden hullik, nem csak ez. Törésgát mondja, akkor biztos rendeltem egy napszemüveget is. Azt szokták ennyire becsomagolni, mondjuk hála az égnek, így nem sérül. Hát ha ki tudom belőle szedni. Ez is be van csomagolva. Kemények. Régen azért volt egy jóféle nylon zacskó is a végére, lehet, hogy itt... Ne, az is megvan. Ha minden igaz, akkor ez egybe maradt. Egy furcsa kameraállás. Elkezdett karcolódni ez a szemcsim. Volt ebből több. Ha. Hello, Bello, na folytassuk akkor az unboxingot. Ezt nagyon szerettem, ez mi? Itt van rajta egy matrica? Aha, ja, az zavarja a kilátást. Na nézzük akkor, mi van még itt. Ebben mit csomagoltak ilyen trükkösem? Ja, tényleg rendeltem egy övet is. Hát tök elfelejtek mindent. Sokat nem bírnak ki ezek a kroppos övek, nem egy hatalmas minőség, de filléres cucc. És ez is olyan tűrhető, kinézetű öv volt. Hát gondoltam, rendelek egyet, mert már nagyon el van használódva az összes. És nem tudom, ez megfordítható-e? Ez nem. A cropnak van olyan öve, ami megfordítható, hogy ezt a felét is lehetne használni. Mert szerintem ez jobban néz neki a sima, mint ez az a bucsú minta. Na de hát ez ilyen. Úgyhogy jó lesz ez az öv. Menjünk már, tovább vannak itt, mert valami értelmeset is vegyünk föl. Ez egy papucs lesz. Na ez a fajta papucs, amit most csak azért rendeltem, mert ő is nagyon olcsó. Már kettő kinyíródott ebből nekem. De általában, hogyha visszaküldöd időbe, innét szakadnak föl ezek. Szóval itt egyszerűen kiszakad, és akkor ez itt elnyílik, és akkor nem tudsz menni tovább menni. Amúgy ez most tök jó néz ki. Ez néz ki eddig a legjobban ebből a szériából. Ezt rögtön el is kezdem hordani, hogy minél hamarabb jussunk el odáig, hogy felszakad, mert ha a kropnál ez felszakad, már pedig fölfog, akkor visszaküldöd nekik, és visszautalják az árát. Szóval hát nem tudom, akkor ingyen van a papucsod, vagy ez nem tudom, miért éri meg nekik. Hát de legyen úgy, hogy ez ne szakadjon fel. Induljunk neki úgy. Új termék, nagyon szép, nagyon jó, hordjuk, és örökös lesz. Hát nem örökös, hanem hogy kopjon el, vagy valami, hogy használódjon el annyira, hogy ne legyen ez a baja, hogy csak itt egyszerűen kiszakad. Csiribú, le is vágtam róla ezt a sok sallangot. Ja, a méretet azt el szokták találni, hiszen 42-es, ez 42-es. És ha majd véget ér az augusztusi tél, akkor talán tudom kint is hordani, és akkor talán kiderül, hogy jó vagy nem-e. És akkor jön a ruhatár. Csiribú, hogy nem kell annyit hajolni. Az, amelyik a legjobban nem tetszik, kezdjünk azzal. Igen, van benne olyan. Annyira nem rossz, de nem annyira jó. Ha jól tudom, minden SS1, XS-es van a méretek miatt. Igen, ő SS. Ugye regulár, fit és SS. Mindenkire jó, annyira rám nem. De nem annyira szörnyű, egy kicsit olyan furán érzem magam, egy kicsit szűk a mellrésze, ennek ellenére a hasán pedig lóg. Valahogy közelebbre mutatom, hogy itt ez a része, ez valahogy bőre sikerül, nem tudom, talán a cső alakúaknak, vagy valami az oka, hogy miért ilyen, nem rossz. Több fényt tartalmazó közelebbről megmutatható közelebbi tükörbe, nem rossz póló. Én ezt képen úgy nem érez úgy az enyém, nem éreztem ezt ugye magaménak, most pedig úgy nem olyan rossz. Nézzük végig az esseseket, itt van még egy esses, ami viszont tetszett. Hát nem ilyen színűre számítottam, nem ilyen ez. Szintén es, szintén
regular fit, és mégis szerintem majd az anyaga lesz a kulcs, hogy ez egy ilyen jó puha, puha anyag, ez pedig olyan, nem tudom, lehet, hogy a festés miatt lesz ilyen, mert itt ahol nincs benne csak színezés, itt elég jó puha, ezen a része meg elég kemény, szóval ez a nyomott minta lehet az, ami igen, hogy ez végülis ilyen vasalt valami. Ezen is csak itt érezni, hogy egy kicsikét keményebb. Na nézzük. Csak a színe miatt ugye természetes fényben. Most ugye itt közelebbre meg tudom mutatni. Ez úgy jobbnak ígérkedik, szóval engedd nyúlni így mellrészbe, pedig ugyanaz a regulár. Nem, azért lehet érezni, hogy ez itt szoros. És itt lejjebb pedig, hogy itt meg van benne anyag bőven. Nem tudom, hogyan mutassam így. Itt meg aztán semmi. Szóval az SS az nekem úgy, ahogy jó. Mekkora is. Ha minden igaz, akkor egy olyan 74 kg és 173 cm magas. Hát ez ilyen. Viszont ennek a ja, ez nagyon tetszik. A színe az megbékélhető. Mondjuk ebben a sárgás fényben az ingyenledekkel elég fura. Még egyszer itt a természetes fényben, csak hát itt nem lesz valami jó a képminőség. Ugye messziről kell tükröt előni. Jó, ez a póló, ez tényleg ezt tetszik. Mondjuk az előző is. És szintén regular fit, csak hát XS-es, csak ez nem volt más méretben. Pólónak a mintája, ami nagyon ott, hogy hogyan kell összerakni a relaxálós szettet, hogy ez tetszett. Nem tudom, az XS így vagy úgy, de hordom. Hú, de pici vagyok. Na, talán így. Fehér. Egészen addig lesz jó majd az XS, amíg meg nem nő a hasam. Szóval ez úgy pont az, amiben itt már nincs akkora plusz. Itt pedig nem érzem, hogy sokkal jobban szorítana, mint az SS. Szóval el tudom hordani az XS-est itthonra. Nagyon jó, kényelmes, vagy edzéshez, vagy akár bringázni is, bár ezt a pamut anyagot nem nagyon szeretem bringázni, mert ebbe valljuk be, hogy hát az izzadságot gyűjti, és nem lehet benne tekerni. Viszont nagyon jó néz ki. Már hogy a minta miatt néz ki, jó, várjatok. Nem tudom, így élvezhető a kép. És akkor a végére hagytam azt, hogy a Rick és Mortis papucshoz megpróbálunk egy SS rövid gatyát. Atyavilág, ez ilyen nagy. Hát, akartam egy rózsaszín gatyát. Eleve miért nem a seggére van ráírva ez a felirat, miért hátulról tiszta. Az az egyik kérdés. A másik az, hogy miért kell az SS gatyának ilyen hosszúnak lenni, meg ilyen óriásinak. Hát de nézzük meg. Ez a gatya SS, aztán leír a bokámig majdnem. Na mindegy, egy rövid gatyának jó lesz, mert hát kell néha az extrémséghez egy rózsaszín nadrág, hogy ez hát ez ilyen. A franc tudja, hogy ez mennyire fog beválni, mert igazából túl hosszú, hogy itt ennyit, egy 5 centire kevesebbet kellett volna hagyni, akkor ez egy tűrhető gatya, na ebben sárga fényben elég hülyén néz ki. Hát óriási! Én azt kell, hogy mondjam, ez egy óriási. Miért kell ekkora nadrág? Miért kell ilyen hosszúnak lennie? Nem értem a szabászokat, vagy kik ők. És ugye, mivel SS, azért itt comba egy kicsit lehet, hogy ez kevés lesz. Viszont ha rövidebb lenne, akkor nem lenne ilyen gond, mert akkor ez itt már nem feszülne, ugye, hanem följött volna. Ezen még gondolkodom, hogy megtartom-e. Mondjuk a színe tetszik. És az utolsó póló, rühellem a lilát, viszont ennek a mintája tetszett, meg az, hogy van benne rózsaszín is. Szintén regular fit és szinténes. S rajta van a chatrobotlány, ahogy elképzelem én a chatrobotot. Ugye megvan, hogy ő hogy képzel el minket. Ez a gatyához gondoltam, hogy ugye van benne rózsaszín, ez így menni fog. Most ez a színe miatt ebben a szobában, ahol még természetes a fény. És tényleg összeillenek, és tényleg utálom a lilát. Szóval ez az egy nagyon nagy gond, hogy a lila az valami rettenetes ronda szín, nekem valahogy nem gyere be. Hát hiába szép a mintája, ez lesz a másik, amelyik olyan necces számomra. Tudja franc. A lényeg, hogy iratkozz fel, ha tetszett, hanem a videó, ez volt a Crop Unboxing. Sziasztok!